Hát sajnos eljött ez az idő, hogy így megnőttetek, és el kell hagynotok az óvodát. Úgy gondolom, hogy nagyon sok ismeretet, tapasztalatot gyűjtöttetek a közös kalandozásaink során, de immáron eljött a pillanat, hogy megkapjátok első saját tarisznyátokat, ami elkísérítetokon. És hát tudjátok, hogy a mesehősök sem mennek üres tarisznyával, hiszen mindig kapnak egy kis útravalót. Mi is töltöttünk a tarisznyátokba egy-két kincset, ami elkísér benneteket. Többek között az elmaradhatatlan hamuba sült pogácsát. Aztán Julika néni meg is mutatja nektek. Egy kis tasakba találtok homokot, ez nem akármilyen homok, ez az óvodai homokozóból való, ahol oly sok különleges sütit sütöttetek, ingoványos alagutakat építettetek, szebbnél szebb várakat építettetek föl, és ahol az apró lapátokkal és a szorgos kezeitekkel kitartóan ástatok, hogy átjuthassatok a föld túlsó oldalára. Úgyhogy remélem, hogy ez emlékeztetni fog benneteket, és találtok benne egy kis papírusz tekercset is, amin a ballagó csoporttársaitok neve és jelei található. Ezt hamarosan már ti magatok el fogjátok tudni olvasni. Csak meg vagyok nagyon én is életődve. Szóval át kell, hogy lépjétek az óvoda kapuját, de szeretném, ha tudnátok, hogy ez a kapu, ez bármikor továbbra is nyitva áll számotokra, és mindig nagy-nagy szeretettel fogadunk, várunk itt benneteket. Kívánjuk, hogy utatokon a tudás vár, és a nagy lelkűség, a jó szándék vezessen. Járjatok hát szerencsével! Tudják, hogy ki járt abban a csoportban, illetve kit vallattak ott fel.